Ágyúdőrenés nyitotta meg az idei, immár 18. Tűzzel-Vassal fesztivált a Rácz utcai skanzenben. Késkészítő mesterek standjaival és érdeklődők tömegével telt meg a helyszín szinte percek alatt. Szombaton már a 10 órai megnyitó előtt sem lehetett szinte egy gombos tűt sem lejteni, annyian voltak kíváncsiak a programra. Sokkal többen vannak, mint a, már 10 óra múlott egy pár perccel, de mind a közönség, tehát akik kilátogatnak, mind pedig a mesteremberek számát tekintve. És ez nagy köszönet az Egyesület számára, hogy az aranybólát is belefoglalták a mai napban. 52 standon 62 késkészítő mester mutatkozott be, de az eszközök elkészítéséhez szükséges alapanyagok gyártói is ellátogattak a Rácz utcába. Mint minden évben, úgy idén is egy adott témakör köré építették fel a fesztivált. Minden évben más-más érdekességgel készülünk. Az idei évnek lesz egy kés, hogy van egy késes témája, ez a kiskések. Úgyhogy arra biztattam mindenkit, főleg lányok, asszonyokat, hogy vásároljanak be ilyen kiskést maguknak. A másik téma pedig, hogy kapcsolódunk az aranybulla 800. évfordulójához. Itt a zászlókat is már kitettük ezzel kapcsolatban. Előadás lesz, gyerekeknek pedig itt az udvarunkba királylányos és királyfiús díszleteket és tárgyakat lehet elkészíteni. A nagykorúvá vált rendezvényre idén is az ország minden szegletéből érkeztek késkészítő mesterek. Kecskeméti és alsózsolcai cégértáblák is lengedeztek a palotavárosi szellőben. Szombaton kinyíltak a skanzen portáinak udvarai is, ahol az autentikus ízeken túl a kézműves egyesület munkáit is megtekinthette a közönség. Ilyen a középkort idéző módszerrel készített ékszereket is lehetett kapni a forgatagban, sőt, még a gyártás folyamatát is végig kísérhették az érdeklődők. Mint kiderült, akinek megvan a megfelelő eszköze és kézügyessége, az akár otthon is elkészítheti saját ékszerét. Általában legalább fél óra, egy óra a gyűrűnek is, meg a karperesznek is az elkészítés, és ezek is tűzben kovácsolással készültek. Aki pedig kedvet kapott, természetesen ki is próbálhatja a kovácsmesterséget. El lehet jönni megpróbálni egy kovácsmesterni, mi is válunk élménykovácsolásra embereket, és szoktak jönni. Például ifjú házas pár is jött hozzánk, hogy ma egymásnak kovácsoltak például egy gyűrűt. A régi idők hangulatát tovább fokozta, hogy idén a Rácz utcai templomkert is a fesztivál helyszíne volt. Minden korosztály megtalálta a számára kedves időtöltést. A gyerekek népi játszóházban, a felnőttek kiállításokon tölthették idejüket.